állunk a nagy Tétényi Kastély Múzeum előtt. Ha belépnénk a rácsos, vasrácsos kapun, akkor elég tárulna az ország egyik legszebb késő barokk stílusú kastélya, a 18. században épült száraz Rudnyánszky kastély. Kastély története a századok során egybefonódott a település nagy Tétény történetével is. Az ókorban, a rómaiak idején már állt itt egy épület, egy Villa Rustica nevű épület, egy római gazdálkodónak a háza gazdasági épületeivel, amelynek az alapjait, maradványait a mai kastélypince szintjén meg is találták. A 12. század elején erre a római alapokra épült egy gótikus várkastély a Tétény család számára. Földes ura volt nagy Téténynek ez a család. Egy trapéz alakú gótikus várkastély volt. A következő időszak, a 14. század, ami említésre méltó, a Hédervári család lesz a kastélynak a tulajdonosa. Az 1400-as évek első felében Hédervári Lőrinc az ország nádora volt, tehát magas tisztséget töltött be, a falut és a kastélyt is fejlesztette, elalakulva bővítette ki a lakószárnyat, a községből, a településből pedig oppidum mezőváros lett. A török időkben a szultán fennhatósága alá tartozott a település és a kastély is, amelyben magas rangú török tisztek laktak. A háborúk, a törökök kiűzésének csatáit a kastély is megszenvedte, a régészek égések nyomait, sérüléseket, török zászlókat, ágyugolyókat találtak a kutatások során. Az 1700-as évek elején örökösödési perek után Száraz György királyi páró és felesége Daróczi Katalin tulajdonába került a kastély, akik 1720 és 30 között a gótikus alapokra felépítettek egy négyszög alakú zárt udvaros, kora barokk stílusú kastélyt. Száraz Júlia leírta, hogy az emeleten három szoba, egy konyha és egy spejz, a földszinten négy szoba, egy konyha és egy spejz volt a gazdasági épületeken kívül. 1743-ban Száraz Júlia és férje Rudnyánszky József tulajdonába kerül a kastély és a település is, és megkezdik a kastélynak az átépítését, vagy szóval korszerűsítését. 1751-ben már lakható volt a kastély, de az építkezés elhúzódott az 1770-es évekig, és akkor alakult ki a kastély mai külső formája, egy Grassalkovics típusú, késő barokk stílusú kastély. 30 szoba létesült a kastélyban, és gyönyörű parkja volt, amely abban az időben egészen a Dunáig húzódott. A
8. század végén, örökösödések végén a kastély birtoka, területe három család tulajdonába kerül. A középső rész, amelyet most látunk, Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr udvari tanácsos tulajdona lett. Az ő fia volt névváltozással Hugonnai Kálmán, aki grófi rangot is szerzett, az ő lánya pedig Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő, 1847-ben itt született a kastélyban. A Hugonnai család a 19. században eladósodott, egyre nagyobb adósságot halmozott fel, és a 19. század második felében Lővi Mór, tétényi földbirtokos megvásárolta a kastély középső részét, és hozzávásárolta a falu felé néző kastélyrésznek a Nedecki családhoz tartozó tulajdonát is, így a kastély két harmada a Lővi család birtokába került. Tataroztatták az épületet, kisebb átalakításokat végeztek rajta, s lakhatóvá tették. A 19. század végén a kastély harmadik része a Mondbach család birtokon Fehér kereszt néven egy 60 fős árvaház létesült, amelyben a lányokat apácák gondozták. A Lővi család egészen 1945 utánig birtokolta a kastélyt. Közben 1904-ben a kastély egy része kiégett, romos lett, a második világháborúban pedig súlyosan megsérült. Dáni Géza, a kastély résztulajdonosa, művészettörténész javaslatára lett az államosítás után múzeum a kastélyból, melynek Dáni Géza lett az első igazgatója. Az éppen maradt részben 1948-ban már egy kiállítást is rendeztek. A kastély az iparművészeti múzeum élet, amelyben aztán bútor kiállítást nyílt. Az 1950-es és 60-as években nagy felújításokat végeztek, mind az épületben, mind a parkban is. A kastély 1968-ban nyílt meg a látogatók előtt. 1980-as évek végére ismét bezárták a kastélyt rossz állaga miatt, és külsőben, belsőben megújulva 2000-ben nyílt meg újra a nagy közönség előtt. Ismét bútor kiállítást láthattak az emberek ebben a nagyon szép, száraz Rüdnyánszki kastélyban, amelynek az elmondottak csupán a rövid történetét jelentette. Thank you.